Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Városi Könyvtárban, az idei első bemutatónkon. Szeretném bemutatni mai vendégünket, Gombos Lászlót, aki a Hidegháború és még 30 év című könyvét fogja nekünk bemutatni. Beszélgető társát is köszöntöm, Bánki Viktóriát. Köszönöm mindenkit. Én is köszöntöm Önöket, Gombos László vagyok, a könyvírója. Beszélgető partnerem pedig Bánki Viktória. Én eredetileg a kiadó akart eljönni, de már nem tudtam megszervezni, úgyhogy... Én szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én nem mondó vagyok, hogy kezdjünk bele, én fogom feltenni Lászlónak a kérdéseket, de mielőtt elkezdem. A kérdések megválaszolása után a vendégeknek is van lehetőség arra, hogy kérdezzenek az írótól. Úgyhogy a legeslegelső kérdésem a forrásokkal kapcsolatos. Azt mondom, hogy rengeteg forrást megjelöltél, utána néztél. Mondanál erről egy-két mondatot? Igen. Ugye eredetileg a könyvben 860 forrást akartam megjelölni, de aztán mondta a lektorom, hogy ez így még mindig nem elég, és növeljem a számát, úgyhogy összesen így 1400 forrása lett a könyvnek, de hát több akart lenni egyébként, csak a szerkesztő meg azt mondta, hogy többet viszont, ha beleteszünk, akkor a könyv már nehezen olvashatóvá válik, mert túl sok lenne a forrás, és hát ebből adódóan maradt ez az 1400-as szám. Igazából ugye nagyon fontos forrása ugye a könyvek nyilván, de igazából ugye itt a dokumentumfilmek is forrása a könyvnek, mert ugye ez már egy olyan korszakot jelenít meg a könyv, amiről már nagyon-nagyon sok filmfelvétel van, ugye ez a szerencse mondjuk a középkorral szemben, ugye ahol nincs filmfelvétel, ugye itt viszont bőven van mindenféle háborúról, vagy politikai eseményekről, vagy gazdasági eseményekről, így aztán én sokkal szerencsésebb voltam a információgyűjtéssel kapcsolatban, mert ez egy jó témakör. És hát ilyen mellette pedig ugye maga a sajtó is ugye ebben az időszakban, ugye 1945 utáni időszakban nagyon sokat fejlődött, az 50-es években még a koreai háború időszakában szinte csak propagandafotók készültek magáról a koreai háborúról, viszont a vietnámi háborúban már nem törekedtek a propaganda anyagokra, persze mondjuk a hadsereg igen, de a sajtó nem, és így aztán megjelent egy újfajta újságírás, ugye azt, hogy tényleg élőben közvetítenek, vagy magát a drámát mutatják be, és nem csak propagandát ad a sajtó, hanem mondjuk a sajtó egyes részei mást is. Így aztán egy kifejezetten hasznossá vált maga a sajtó is, mint forrásanyag. Ez szintén az első időszaka volt az emberiségnek, amikor a sajtó igazán kritikussá tudott válni akár politikusokkal, vagy akár bármilyen eseménnyel kapcsolatban. Úgyhogy így aztán nagyon sok forrásra támaszkodtam. És hát ugye ez egyfelől megkönnyíti, másfelől meg is hosszabbítja a forrás gyűjtést, tehát ugye nekem 15 év volt, úgyhogy egészen már középiskolás koromban megkezdtem, és hát azóta folytatom ezt a dolgot, úgyhogy ezért van az, hogy rengeteg forrás lehet megjelölni ezzel kapcsolatban, és tényleg limitálni kell már úgymond az olvashatóság miatt, hogy mennyi legyen. És ha már források, ha már dokumentumfilmek, hogy volt ennyi lelki erőt megnézni ezt a sok-sok polgárháborút, népírtást és mindenféle háborút? Hát ez nem volt mindig egyszerű, így aztán volt, hogy tehát ugye egy szüneteket is kellett tartani ahhoz, hogy ezt úgymond végigbírjam. Mert hát ugye a hidegháború, hát ugye közvetlen a második világháborúból jött, tehát ebből adódóan ugye arról is azért tudni kellett egy csomó mindent, ahhoz, hogy ezt meg tudjam írni, és akkor utána jött ugye a hidegháború, a Sztálin-féle népírtások, a Mao-féle népírtások Kínában, vagy például különböző tömegmészállások Indonézia, Kambodzsa, vagy például Afrika esetében, meg rengeteg háborút provokált ki az Egyesült Államok és a Szovjetunió csak 90-ig mi európaiak azért elég szerencsésnek mondhatóak vagyunk ezzel kapcsolatban, mert itt
viszonylag kevéssé volt véres ez az időszak, de mondjuk például Afrikában több háborúban is milliók haltak meg, vagy például a vietnámi háborúban ugye 4,5 millió haltak meg összesen, úgyhogy azért ehhez képest ugye az 56-os forradalomban Magyarországon a szovjet katonákkal együtt is a 2500 körül volt a halottak száma, tehát azért is ez volt a legvéresebb esemény Magyarországon a 45 után. De persze voltak elhurcolások is a Szovjetunióba, a gulágra, és aztán voltak különböző polgárháborúk, amit nagyrészt szintén a szovjetek, vagy az Egyesült Államok, vagy közösen a két ország szított, vagy például az India és Pakisztán közötti konfliktus, amit szintén a két oldal támogatott, úgyhogy rengeteg háború volt. Hát azt, hogy ezt hogyan lehetett feldolgozni. Nos, igazából amellett, hogy nagy szünetekkel, emellett mindig igyekeztem magamban tisztázni, hogy ez persze nem velünk történt, hanem másokkal, persze a magyar eseményeket leszámítva, és hát azért voltak nehézségek, amikor, de nem volt soha olyan, hogy úgy éreztem volna, hogy abba hagyom, csak olyan volt, hogy kellett egy kis pihenő, és akkor mondjuk például eljártam, megtanultam szalszázni például, és ezzel kiereszteni a gőzt, mert azért ez nagyon nehéz ügy volt egyébként megírni. Hát, hogy 15 évig írtad és néztél utána, hogy kerülted el, hogy ne legyen unalmas ez a téma? Hát ugye, ahhoz, hogy az olvasók számára ne legyen unalmas, ugye eléggé nagy léptéket alkalmaztam ehhez, tehát például mondjuk tudom azt, hogy az afrikai események például nem fognak óriási érdeklődésre számot tartani, így aztán ugye az európai eseményekről relatíve nagyobb részt hagytam az európai eseményeknek, és azért kicsit kisebbet ugye a más kontinensek eseményeinek, akár dél-amerikai forradalmaknak, vagy azokat leverő amerikai cselekvéseknek, vagy akár ugye a hidegháború utáni időszakban is ugye a magyarországi szituáció ugye jóval nagyobb teret kapott, amíg azért figyeltem arra, hogy Ázsia eseményeivel kapcsolatban nehogy túlzásba essek, hogy már unalmassá válik, vagy Afrika eseményei, vagy akár bármi ilyesmivel kapcsolatban. Egyrészt másrészt a hidegháború, ugye mivel régebben volt, így aztán kicsit unalmasabb lehet, így aztán a még 30 év, az hiába csak 30, a hidegháború meg 45 év, azért a hidegháború utáni korszak elég nagy hangsúlyt kap a könyvben, hogy így még aktuálisabb, még érdekesebb legyen, és ezzel így fenntartsam az olvasót, és megpróbáljam nem untatni egy percig sem. Hát ezt köszönjük szépen! A kommunista pártok milyen változást hoztak a világon? Igen, a kommunista pártok a világban nagyon sokfajta változást hoztak, mert ugye nem volt mindegy, hogy melyik kontinensről beszélünk. Ugye Európa keleti és középső felén, ugye mivel szovjet hadsereg volt itt, így aztán ugye ez egy kikényszerített dolog volt, és azért emiatt sokak számára egy keserű időszak volt egyfelől. Másfelől viszont ugye a sztálinista rendszerek lebontása után, a ruscsovi reformok, a Brezsnyev-féle pangás időszakában azért voltak, ugye megindult a fejlesztés azért szinte mindenhol. Tehát ha megnézzük mondjuk Szlovákiában, panelházak ugyanúgy felépültek, ahogy Magyarországon. És azért mondjuk a királyság intézményének a felszámolása az úgy jót tett, vagy ezek a nemesi paraszti viszonyok felszámolása is szabadabbá tette a társadalmat, vagy a nők egyenlőségének a megerősítése is hosszú távon szabadabbá tette a társadalmi működést. Szóval ugye emiatt vannak, akik pozitívan emlékeznek rá, vannak, akik negatívan, ugye ez egy nagyon kettős érzés. Meg persze azon is múlik, hogy melyik korszakot nézzük, az 50-es, 60-as éveket, vagy a 70-es, 80-as éveket, mert ugye a későbbi időszak már a reform időszak volt, meg a felpuhulás időszaka volt. Addig például, hát ugye Ázsiában szintén elég nagy részt az erőszakhoz kötődtek ezek a pártok, ugye a Mao-féle kommunista párt elég szörnyű dolgokat tett, és
És aztán ugye a vietnám, laoszi, kambodzsai, USA háború is ugye a kommunista szembenállás az amerikaiakkal, ez is elég negatív dolgokhoz kötődött, és csak a 90-es évek reformjai hozták meg a nagy fejlődést azért Kína számára is, és Vietnám számára is például. Ma már azért Vietnám egy egész fejlett országnak számít. Kína is ilyen hatalmas fejlődése ment keresztül, de ezt fel kellett adni a kommunista alapelveket, és már csak az elmélet, vagy csak a jelképek szintjén kommunistának maradni. Viszont például Afrikában, mivel nem volt szovjet haderő, nem volt kikényszerítve a kommunizmus, így aztán Afrikában például sokkal pozitívabban gondolkodnak erről az időszakról. Mert ugye számukra ez nem egy kikényszerített dolog volt, hanem azért alapvetően egy önkéntes, és hát nem is kapcsolódtak hozzá mondjuk olyan dolgok, mint nálunk a gulágra hurcolás időszaka, vagy a második világháború utáni megtorlások úgy általában, vagy a németek elhurcolása, tehát hogy ez így mind ilyen keserű események nem kötődtek hozzájuk, így aztán Afrikában például teljesen másképp gondolkodnak erről az időszakról, és benne is maradt sok afrikai társadalom gondolkodásában is a kommunista alapelvek. Úgyhogy ez kontinensenként változik. Dél-Amerikában is sok keserűséget okozott, de ennek ellenére azért Dél-Amerikában a mai napig van bőven támogatottsága a szocialista, kommunista gondolkodásnak, mert ugye ott se volt szovjet hadsereg, ott se volt mondjuk Sztálin-féle tömegmészárlás, tehát hogy ezek a szörnyű eseményeket ők nem élték, hát így másképp tekintenek erre az időszakra. Aztán, hogy milyen változásokat hoztak, hát ugye szinte, hát ahol hatalomra kerültek, ugye ott mindig megbuktatták a monarchikus rendszert, az azért hosszú távon elég pozitív volt. Hát az egyházakkal az változó volt, hogy éppen hogyan bántak. Volt, ahol egész ügyesen kiegyeztek velük, volt, ahol elég durván bántak velük. Ez változó volt. Úgyhogy igazából ez még sokszor országonként is változó volt, hogy hogyan bántak az egyházakkal a kommunista pártok. Úgyhogy igazából ezek tényleg, hát mondjuk például Nyugat-Európában szintén ugye sokok számára ez nem volt egy úgy keserű időszak, hogy az ottani kommunista pártok ugye nem okoztak tragédiát, és ebből adódóan ők inkább ilyen társadalmi érzékenységről szól Nyugat-Európában a dolog, a mai napig nincsen valami hatalomszerzésről ugye nekik emiatt. Ugye például a világon a legtöbb helyen, mármint a legtöbb Marx szobor Londonban van egyébként. Tehát ők ennyire nem tekintenek erre az egészre annyira negatívan, mert ugye ők nem azt élték át, amit mondjuk a közép-európaiak. Számos polgárháborút és más országon belüli konfliktust is bemutattál a könyvben, az 1940 utáni időszakból. Kik a tipikusan gyűlölt csoportok a világban? Igen. Hát ugye a hidegháború nagyon sok társadalmon belüli konfliktusról is szólt, ami önmagában még nem is lett volna annyira érdekes, csak ugye a szovjetek és az amerikaiak vetélkedése ugye gyakran azt hozta magával, hogy felfegyverezték a különböző csoportokat, például mondjuk Tájföldön volt ilyen kínai kisebbség, őket a szovjet és kínai csoport, a kommunista oldal felfegyverezte, és így lett egy apró nemzetiségi kérdésből egy fegyveres konfliktus. Ugye így próbálták megszerezni például Tájföld, vagy például Malajzia fölött az irányítást a szovjetek. Igen, tehát hogy kik a gyűlölt csoportok tipikusan, hát ugye általában kisebbségi csoportok szoktak lenni, azok, akik mondjuk ilyen bűnbak szerepbe kényszerülnek, jellemzően nemzetiségi vagy vallási alapon. Nagyon érdekes volt látni annak idején, amikor elkezdtem ezzel a így globálisabb jelleggel foglalkozni ezzel az időszakkal, hogy milyen fura, hogy például
mondjuk az itthoni tipikusan gyűlölt csoportok, mint mondjuk a zsidók vagy a romák esetében, hogy ugye mondjuk megnéztem afrikai helyzetet, és mondjuk a hutuk Ruandában a tuszikat gyűlölték, és ez így nagyon érdekes volt, hogy hogyan kerül egy csoport, egy társadalmi csoport mondjuk, hogyan válik úgy kollektíven bűnbakká, és nagyon egy kicsit így érzelmileg el is távolodtam egyébként a hazai dolgoktól, mert így kiderült, hogy még semlegesebben kell szemlélni, mint azt addig szemléltem. Szóval nagyon érdekes volt látni, hogy például mondjuk a Fülöp-szigeteken mondjuk a kínai kisebbséget teszik bűnbakká a saját problémáikért. Ugye általában azok a jó bűnbakok, akik nem nagyon tudnak érdemben visszavágni. Tehát mondjuk annyira kevesen vannak, vagy annyira kevés pénzük van, hogy nem tudnak például pereskedni, és akkor az egy tök jó bűnbak egyébként. Tehát mondjuk az Egyesült Államokban a feketék ugye nagyon sokáig voltak bűnbakok, aztán ugye a feketék jobban felemelkedtek, több pénzük lett, mondjuk például pereskedni, és akkor már nem voltak annyira jó bűnbakok, mert ugye aki mocskolt őket, annak tartania kellett attól, hogy az USA-n belül ugye feljelentik, és beperlik, elszedik a pénzét, tehát hogy azért így már nem voltak annyira ideális bűnbakok. Általában egyébként azért a legtöbb társadalmon belül a bevándorlók szoktak bűnbakok lenni, ez lehet Afrikán belül is egyébként, vagy Ázsián belül, vagy Ausztráliában, tehát hogy ez általános. Igen, a bőrszín alapú megkülönböztetés az nagyon gyakori bűnbak képződési forma, de csak akkor, ha érdemben meg lehet különböztetni bőrszín alapján például. Ezért van azt, hogy például Spanyolországban nagyon nehéz az arabokat bűnbakká tenni, mert kicsit nehéz megkülönböztetni őket úgy bőrszín alapján, és akkor így nehezebben válnak bűnbakká. Úgyhogy a bűnbak képződésé minden társadalomban nagyjából ezek az alapok, hogyha valami baj van, és mondjuk a társadalom nehezen találja a megoldást, akkor a szélsőségesek gyakran előállnak azzal, hogy akkor rámutatnak egy könnyen bűnbakká tehető csoportra. Mert mondjuk Magyarországon a kékszeműekre nehéz lenne bűnbakká tenni őket, mert azért ez nagyon bonyolult lenne kiválogatni is, meg utána. Tehát valamit rájuk enni, ez így bonyolult lenne, úgyhogy valami egyértelmű folyamatnak kell lennie. Hát ugye például Indiában tipikusan a muzulmánok a bűnbakok, például Pakisztánban meg tipikusan az indiaiak, tehát így nagyon gyakori, hogy így ha esetleg balhésabb a szomszédországok kapcsolata, akkor az ott élő kisebbségek, az egymásnál élő kisebbségeket örömmel szokták kinevezni bűnbaknak. A magyar kisebbség is ugye helyenként átéli ezt, hogy ők a bűnbak. Ugye, mert jellemzően Romániában, mert mondjuk Ukrajnában túl kevesen vannak hozzá. És tehát, hogy magyarok Ukrajnában csak a 0,3%-át adják a társadalmuknak, úgyhogy ők például ott nem annyira tipikus bűnbakok, de Romániában jobb bűnbakok például. Jó, ott azért elő szoktak kerülni, vagy a szlovák belpolitikában szoktak a magyarok, mint bűnbak előkerülni egyébként. Úgyhogy ez ilyen jellemző dolog. Hát ugye igazából aztán az, hogy meddig megy el ez a folyamat, hogy mennyire durván vagy nem durván bánnak a bűnbakokkal, azért a sokszor nagyhatalmi döntés is. Tehát azért az, hogy mondjuk adnak-e fegyvert az egyik oldalnak, vagy a másiknak, ugye ez a hidegháborúban rettenetes következményekkel járt, meg az azt követő 30 évben szintén nagyon sok helyen elég súlyos következményei lettek ott, ahol kaptak fegyvert valamelyik oldal, akár ugye a kiszorítottak, vagy akár ugye a bűnbakot létrehozók, vagy a bűnbak státuszt létrehozók, mert ugye például a szovjet hadsereg itt léte nélkül azért a német kisebbség kitelepítése nem nagyon történhetett volna meg Magyarországról, mert hogy azért ehhez nagyon is kellett az a katonai erő, hogy ezt véghez lehessen vinni. Tehát azért a magyar hadseregben a második világháború végén egy csomó német származású volt például, tehát hogy ezt így nem lehetett volna véghez vinni egy nagyhatalom támogató viselkedése nélkül, vagy például Magyarországon a második világháborúban a zsidókat is, ugye addig azért nem kapták el őket annyira, amíg a németek be nem jöttek. Tehát, hogy akkor kezdődött az igazi
brutalitás velük szemben. Már persze előtte is volt, de akkor csúcsosodott ki. Szóval azért ezek a bűnbakképződési folyamatok, ezek hát például Európában azért eléggé lájtosak, mert ugye nincs egy nagy hatalom már az utóbbi időben, ami mondjuk úgy osztogatná a fegyvereket, hogy itt egy bűnbak, és akkor itt vannak a fegyverek, de a hidegháborúban ez egyébként rendszeres volt. A világ nagyon-nagyon sok országában megtették. Hát ugye jellemzően például Ázsiában sok helyen a kínai kisebbség ellen léptek fel, ők például Indonéziában is bűnbakká váltak, de mondjuk például a mai Magyarországon nem lettek érdemi bűnbakok. Úgyhogy ez egy sokrétű folyamat, de érdekes ezt így a könyvben egyébként végigkövetni, hogy hogyan válik egy társadalmi csoport bűnbakká, vagy hogy hogyan bánnak velük akkor, ha van fegyver, vagy akkor, ha nincs. Van-e különbség a szovjet és az amerikai szemszög között? Hogyha igen, akkor mi ez? Hát ugye a szovjet és az amerikai szemszög között ugye óriási a különbség. Hát ugye a második világháború végére ugye a szovjetek bevonultak Kínába, így aztán megszerezték, mint baráti országot, de az Egyesült Államoknak szinte az ölébe hullott a gyarmati birodalom, az angolok és a franciák volt gyarmatai Ázsiában, Afrikában, ez így szinte mind baráti ország lett, ráadásul az Egyesült Államok valami hihetetlenül vagyonos ország volt, és pont a második világháború vége környékére értek a vagyoni csúcspontra, ugye az 50-es éveket tekintik Amerikában az aranykornak. Ja, abban annak a korszaknak ugye az volt a tulajdonsága, hogy alig volt adósságuk, nagyon-nagyon sok pénzük volt. Ugye a Szovjetunió számára másképp épült fel ez az egész eseménysor. Ugye ők úgy indították a hidegháborút, hogy ugye először ugye a 20. század elején kikaptak a japánoktól, ugye 1906-ban. Aztán az első világháborút elvesztették. Abban ugye nagyon sok millió orosz meghalt, ráadásul Oroszország jelentős része lerombolódott, aztán jött a Lenin, hát először is ilyen a polgárháború, a szovjet hatalomátvétellel, ott is több millió halottal, aztán a Lenin-féle tömegmészárlások, Sztálin-féle tömegmészárlások, második világháború, Sztálin-féle tömegmészárlások folytatódás, aztán igazából a hidegháborút borzalmas állapotban kezdte a Szovjetunió. Addig az Egyesült Államok számára meg pont a fordítottja volt, ők meg pont akkor voltak a csúcson, a hidegháború kezdetén, és ezért volt az, hogy ilyen hatalmas különbséggel indítottak. Viszont az Egyesült Államok, hogy belement a háborúskodásba, és elkezdtek nagyon sok pénzt költeni például atomfegyverekre, az USA közel 30 ezer atombombát gyártatott le, vagyis hát ugye Eisenhower ennyire adott utasítást, aztán jó, végül is nem gyártották az összeset, de vagy több mint 20 ezer atombombájuk volt. Ugye a szovjeteknek szintén, tehát rengeteg pénzt költött el mind a két ország, de az USA-nak a jóléti rendszerét azért rendesen megtépázta. Hát a fegyverkezés is, de legfőképpen a vietnámi háború egyébként. A vietnámi háborúval kapcsolatban nem nagyon szokták kiemelni sem a filmek, sem más dolgok, vagy igazából Vietnám persze amellett, hogy katonai veszteség volt, emellett az amerikai életszínvonal kutatások azt mutatják, hogy azóta már nem nőtt az USA-ban az életszínvonal. Tehát az nagyon megtörte az amerikai társadalmat anyagilag a vietnámi háború. Tehát amellett, hogy szörnyű áldozatokkal járt, ráadásul anyagilag is felemésztették a saját lehetőségeik elég jelentős részét. Addig ugye a Szovjetunió meg azért a Ruscsovi reformok után azért fejlődött valamennyit. Tehát, hogy amíg a Szovjetunió egy darabig felfelé ment, addig az USA pont, hogy lejjebb csúszott, és ez azt a fura helyzetet hozta, hogy ugye azért a hidegháború végére az Egyesült Államok nagyon súlyosan eladósodott, úgyhogy szépen lassan megváltoztak a dolgok, csak hát ugye a Ruscsovi reformok meg nem voltak eléggé átfogóak, meg maga a Szovjetunió is, annyi szörnyűségen mentek keresztül az ottaniak, ugye Sztálin, hát szinte mindenki szadizott. Nem volt olyan kisebbség, a tatárok, a csecsenek, a bárki, a grúzok, mindenkinek odavágott. Szóval tényleg mindenki szabadulni akart a Szovjetuniótól, úgyhogy az már nem volt
fenntartható onnantól kezdve. Hogy Sztálin ráadásul át is telepítgette a kisebbségeiket egyik területről a másikra, sok esetben olyan területről nem nagyon tudtak életben maradni, úgyhogy annyi feszültség halmozódott fel a Szovjetunióban, hogy az idővel szétrobbantotta a Szovjetuniót, de, vagyis hát ugye menekülni kellett egy esetleges polgárháború elől, már a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, ezért döntött úgy végül is a vezetőség, hogy bedobják a törölközőt, úgymond. Tehát ilyen hagyják, hogy békés módon a Szovjetunió szétessen. De a kezdetekkor az Egyesült Államokra, hát másrészt meg mindenki szinte pozitívan tekintett az USA-ra a második világháború végén. Egyrészt, mert legyőzték Tojo japán birodalmát, Hitler náci birodalmát, meg Mussolini olasz birodalmát. Másrészt meg akkoriban például normálisan bántak a hadifoglyokkal. Ugye ma az USA hadifoglyokat például törvénytelenül tartja fogva, sokszor nem is ad nekik érdemi státuszt, kínozzák őket. Ugye a második világháborúban ez még nem volt szokás. Ugye ott a németeket mondjuk Kanadába vitték, vagy az USA-ba, de nem bántották őket. Ugye, tehát, hogy másképp viselkedett az USA még a második világháború végén, így aztán nagyon pozitív képe is volt a világnak az Egyesült Államokról. Ez is nagy előny volt, mert a Szovjetunióval kapcsolatban azért már nem volt ennyire egy öntetűen pozitív a látásmódja az emberiségnek, nyilván nem ok nélkül. És jó pár információt kaptunk erről a korszakról, így a utolsó kérdésem az lenne, én nagyon szeretem ezt a kérdést is, és a válaszodat is, hogy válaszaidat, hogy ugye benne volt 15 évnyi munkád ebbe a könyvben, mi volt a motivációt, hogy ezt megírt? Hát rengeteg motivációm volt. Ugye egyrészt azt láttam azért a közbeszéden, vagy a magánbeszélgetéseken is, hogy azért ez a korszak hát alig-alig ismert, és ott is szinte csak az európai események maximum, de így azon kívül hát csak azok, akik tényleg külpolitikai szakemberek, vagy valami nagyon-nagyon speciális szakmájuk van, általában rajtuk kívül tényleg csak egy-egy történelem imádó az, aki esetleg még... De igazából széles körben ezek nem ismert események, de közben azért Magyarországot is számos módon érintették. Ugye Magyarország például fegyvereket szállított a Közel-Keletre az egész hidegháborús időszakban. Rengeteg különböző géppuskák, meg tankok, mindenféle fegyverek kerültek a Közel-Keletre Magyarországról. De főleg egyébként kézi fegyverek, ahogy Germuska pár kutatásai mutatják egyébként. Szóval a Magyarország számos módon részt vett ebben. Például Gödöllőn, ahol én lakok, ott van egy egyetem, hát régebben Szent István Egyetem volt, az ott más ne volt most megint, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok harmadik világbeli fiatal tanult Gödöllőn, hát azért alapvetően szovjet utasításra. Tehát ugye kubai fiatalok, meg vietnámiak, ugye ők műszaki ismereteket tanultak, tehát ugye őket nem politikusnak vagy katonának képezték, hanem a mögöttes műszaki tudású rétegnek. De Moszkvában tanítottak nekik, hát ugye van akinek egy kiválasztott rétegnek a moszkvai Lubumba Egyetemen politikai ismereteket, katonai ismereteket, tehát ugye ott képezték azokat az embereket, akiket később megpróbáltak hatalomra juttatni. Mondjuk például Etiópiában sikerült is hatalomra juttatni az emberüket, Míriamot, vagy például Szomáliában Siad Barrét. Tehát ugye Magyarország is részt vett ezekben az eseményekben, persze nem főszereplőként szerencsénkre, mert az általában elég sok vérrel járt, de ilyen kisegítő szereplőként viszont számos módon, akár ugye a fegyvergyártás, akár az oktatás terén, akár technológia átadás terén, akár ugye különböző professzorokat is kiküldtek, ugye Magyarország számos professzort küldött Kubába is például, tehát hogy nagyon-nagyon sok módon kapcsolódik Magyarország a hidegháború eseményeihez, de közben meg a magyarok hatalmas többsége ezt egyáltalán nem is tudja. Vagy például az, hogy milyen történelmi érték mondjuk a Balaton mellett a Castro villa, mert ugye Castro Magyarországon
tartózkodott, de ugyanabban a villában szállásolták el Ruscsovot is, és más szovjet vezetőket, talán Brezsnyevet is. Vagy például, amit nemrég lebontottak épületet a Balaton mellett, ugye szintén Balatonaligán, ugye ott is volt egy olyan épület, ahol a magyar felső vezetés pihent. Tehát, hogy ezek a dolgok nincsenek megfelelően értékelve, pedig ez is a múltunk része, és hát ezzel is érdemes szembenézni. Meg hát ugye így talán érdekesebbé válnak a világ eseményei is. Hogyha tudjuk azt, hogy mi szállítottuk a fegyverek egy részét a Közel-Keletre, akkor így talán érdekesebbé válnak a hidegháborús közel-keleti események. Úgyhogy igazából fontos motiváció volt számomra, hogy egyszerűen kinyissam ezt az ablakot, hogy a magyarok számára hogyan válik érdekessé akár a hidegháborús korszak, akár az azt követő időszak, mint például a magyarok bevonulása Afganisztánba már a rendszerváltás után, ugye az USA szövetségében, vagy ugye az iraki részvétel, tehát hogy például ezzel kapcsolatban is minél közelebb hozzam Magyarországhoz ezeket az eseményeket, és ne csak egy távoli dolog legyen, ami ilyen mit érdekel, hanem nagyon is érdekesek ezek az események. Egyrészt, másrészt ugye a közélet, a közbeszéd modernizációja, hogy ugye a közbeszédben még mindig gyakori, hogy a politikusok egymást Sztálinhoz vagy Hitlerhez hasonlítják, de ez már nem időszerű, nem ezek azok a körülmények, amik akkor fennálltak, most már nem állnak fenn. Tehát, hogy ez már nem időszerű, és nem is igazán érdemes ezt megcsinálni, úgyhogy kellenek a modernebb, de azt, hogy kellenek a modernebb politikai példaképek, vagy például antipéldaképek, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. A hidegháborúban rendkívül sok országnak sikerült megmutatni, hogy mi az, amit tilos. Tehát tényleg, ami egyáltalán nem jó ötlet. Viszont ugye az már a modern kor, tehát ugye az már a nemzetközi kereskedelem, nagy mértékű nemzetközi kereskedelem időszaka. Így aztán ugye itt is lehet nagy hibákat elkövetni, de ezek már azért nagyrészt más típusú hibák, vagy a világ is másképp működik, mint a második világháború időszakában. Tehát ugyanazokat a hibákat most már azért úgy sem fogjuk elkövetni, mert nem is tudjuk teljesen elkövetni. Aztán ugye vannak egyéb motivációs tényezők, mint azt, hogy igazából megszerettessem a történelmet azzal, aki addig például nem szerette. Tehát, hogy azért nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, hogy ugye az oktatás annyira hosszan oktatja a középkori időszakot, de a magyarországi oktatás, csak hát ugye az a baj, hogy ez annyira tragikus időszak volt, hogy így keveseknek lett igazán a kedvence a középkor. Addig ugye a modern korszak azért tanulságosabb is, és használhatóbb is, tehát ebből adódóan szerethetőbb is. Tehát egyben az oktatási rendszer változása is, hát jó, nyilván ezt egymagamban nem is tudnám megcsinálni, de azért ez is így fontosnak tartottam, hogy nyissak ebbe, és megnyissam az embereket ez iránt, hogy egy kicsit azért a tananyagon is változtatni kell, hogy kevesebb a középkorból, több a modern korból, mert egyszerűen tanúság nélkül a történelem tanítás csak egy memóriajáték, hogy mondjuk mikor volt, mit tudom, hanyadikán volt márciusban a forradalom indulása 48-ban, vagy hogy mit tudom én, ki volt a király 1506-ban, vagy mi volt abban az évben, tehát ez csak egy memóriajáték így, ha nincs tanúság. És hát a modern kor adná meg a tanúságot a történelem tanulásában is. Úgyhogy ez is egy fontos szempont volt, hát ezen kívül még volt egy pár, hogy megmutassam azt, hogy hogyan változott a világ. Ugye egyrészt ugye a hidegháború végén ugye egypólusú lett a világ, ugye az Egyesült Államok szinte azt tett, amit akart. Addig egy időszak után, tehát ugye az volt a helyzet a 2008-as világgazdasági válsággal, hogy ez az Egyesült Államok számára egy igazi csapás volt. Ez annyira megfosztotta őket a saját pénzügyi képességeiktől, hogy 2008 után már nem volt
képességük arra, hogy önállóan avatkozzanak be. Már, vagyis hát legalábbis már nem nagyon akartak ilyet tenni. Például ugye amikor Líbiában beavatkoztak, akkor ugye az európai szövetségeseiknél követelték azt, hogy szálljanak be a Líbia elleni háborúba, akkor már ugye az Obama kormány, mert már akkor nem nagyon volt annyi pénz az USA-nak, hogy ezt egymagában végigvigye. Vagy például Maliban, amikor 2013-ban szétesett a rendszer, akkor már a franciák avatkoztak be. Az USA támogatta őket ebben, de a franciákhoz került a katonai beavatkozás, amíg addig ugye azt szoktuk meg, hogy az Egyesült Államok az, ami mindenhova oda megy, és megpróbálja rendezni a dolgokat a saját érdekei alapján, így viszont a franciákhoz került ez a dolog. 2014-ben ugye a Közép-afrikai Köztársaságban esett szét az államszervezet, és ott is a franciák avatkoztak be. Az USA valamennyire támogatólag cselekedett, de megint tehát már nem ők avatkoztak be szintén, és azóta sem volt olyan egy konfliktus sem, ahol tisztán egymagukban beavatkoztak volna. Úgyhogy ez is egy nagy változás volt, hogy nem csak a hidegháború vége jelentett az elmúlt időszakban nagy változást, hanem a 2008-as világgazdasági válság a pénzügyi hatása is nagyban átrendezte az eseményeket, mert ugye így viszont ugye az Egyesült Államok már nem tehetett meg akármit, mert ugye kénytelen a szövetségeseit is figyelembe venni. Mert ugye a hidegháború, ha most a hidegháborús időszak lenne, vagy mondjuk az azt követő időszak, akkor már rég amerikai katonák masíroznának Ukrajnában, de most már azért próbálnak a németekre nyomást gyakorolni, segítsék ők is Ukrajnát, meg úgy általában egész Európára. Tehát azt láthatjuk, hogy már nem próbálnak meg teljesen egyedül cselekedni. Ugye a Bush korszakban viszont tipikusan egyedül cselekedtek. Ugye egyedül mentek Afganisztánba, egyedül mentek szinte, teljesen egyedül mentek Irakba, mert max az angolok, akiket megkértek, hogy jöjjenek, többiek, ha akartak egy jó pontot szerezni, jöttek, nem akartak, nem jöttek, de az USA-nak nem volt régebben fontos. Szóval a 2008-as válság így világpolitikai szempontból is egy nagy fordulatot hozott, de ez még kevésbé tudatosult. Hát a sajtóban is egyébként azért azt látom, hogy ezt nem tekintik fordulópontnak, pedig nagyon is az. És a későbbiekben, hát ilyen nem nagyon találkoztam más írásokkal sem, amik ezt nagy fordulópontnak tekintik, pedig onnantól kezdve az USA láthatóan már nem csinál egyedüli akciókat, és ez nagy fordulat. Meg egyébként még a filmgyártás terén is látni azt, hogy régebben, amik csak úgy topzdódtak a világmegmentős filmekben, azért most már, amik készültek katonákról szóló filmek, ott is azért visszafogottabbak. Nem tudom, ki látta például a Bengázi titkos katonái című filmet, ott tisztázták egymással a CIA-sok, hogyha ők ott embert ölnek, akkor börtönbe kerülnek, mármint Líbiában. Tehát, hogy az USA-nak ez a hatalmi pozícióján is érezhető a saját, még akár saját propagandája is változott egyébként az USA-nak. Már nem a mindenhatóként akarják magukat bemutatni, hogy ők egymagukban mindenkit szétvernek és mindenki fölött uralkodnak. Hát ugye Kína felemelkedett 2008 után, nem azért, mert olyan ügyesek lettek volna, hanem egyszerűen azért, mert az USA annyi gyengült, hogy így ők is nagyobb szerephez jutottak. Ugye így az oroszok számára is sokkal több lehetőség nyílt a hatalmi próbálkozásokra, de akár a törökök számára is. De hát akik igazi nagyhatalommá váltak, ugye igazából ugye sokpólusú világ jött létre, tehát ugye Oroszország, USA, de egyébként Brazília jelentősége is sokat nőtt, most itt nem a konkrét mostani vezetőre értve, hanem azt, hogy Brazília a világ egyik legnépesebb országa, és azért Dél-Amerikában is meghatározó, és Afrikában is egyre több érdekeltsége van Brazíliának. Szóval ők is jelentősebbé váltak, India is megtalálta a saját jóval erősebb szerepét a világban. Például ugye az ENSZ békefenntartó misszióiba például az USA szinte egyáltalán nem küld katonákat oda. India, Pakisztán, Banglades, ezek az országok jellemzően. Vagy például ugye az afrikai országok ugye segítik egymást az ENSZ keretében, de minden esetre
az Egyesült Államoknak ez a mindenható szerepköre, ez így megszűnt 2008 után, és így nagyon sok pólusú lett a világ. Vannak olyan pólusok, amik ilyen átmeneti pólusok, mint Törökország. Ugye Erdogan beavatkozott Szíriában, Irakban, Bahreinben, Cipruson is próbálkozott, Görögországgal szemben is fenyegetőzött, tehát például Törökország ugye átmenetileg nagyon sok szerepkört látott el. Viszont ugye most arra ez odahozta Törökországot, hogy pénzügyileg, hát pénzügyileg ugye eléggé tönkre mentek, ugye az ottani pénz, a líra most arra szinte elvesztette az értékét. Tehát ugye azok az országok, amik mögött nem volt óriási vagyon, tehát hiába gyengült meg az USA, azért Törökország a saját 80 milliós lakosságával azért nem tudott igazi nagy hatalommá válni. Úgyhogy vannak ilyen átmeneti pólusok, de vannak olyan stabil pólusok, mint India, Kína, Brazília, Indonézia, amik jelentőssé váltak, és a sok pólust képviselik. Úgyhogy ezt is ideje volt, hogy így előkerüljön egy könyvben, hogy végre ez is így tisztázásra kerüljön, mert ez nagy változás. És ezt köszönjük szépen! Kicsit közelebb hoztad, nem is kicsit, nagyon közelebb hoztad hozzánk ezt a korszakot, mert én a suliban sem tanuljuk olyan szinten, és most van egy könyv hozzá, és elég nagy információhalmaz. Én nagyon szépen köszönöm!